A széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően nagy ütemben növekszik a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogató aláírások száma. A kezdeményezés célja, hogy a kisebbségek által lakott régiók közvetlenül kaphassanak támogatási forrásokat az Európai Unió költségvetéséből. Fogjunk össze, hajrá magyarok, írjuk alá! Így buzdított a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésének aláírására Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai bajnok úszó. Az elmúlt napokban számos közszereplő tett hasonlóan. Az online aláírások száma ennek megfelelően megugrott, két nap alatt több mint 130 ezerrel nőtt. A Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs híradónknak elmondta, példátlan társadalmi összefogás áll a növekvő számok mögött. Ebben a pillanatban bízom abban, hogy az online aláírások száma csütörtök estig képes elérni az 1 milliót. Az SNT elnöke elmondta, az online aláírásokon kívül 220 ezer papíralapúról tudnak, ebből 150 ezret az RMDS, 70 ezret a Magyar Agrárkamara gyűjtött össze, tehát több mint 750 ezren írták alá eddig a kezdeményezést. A papíralapú aláírásgyűjtést a koronavírus járvány miatt elrendelt kijárási tilalom ellehetetlenítette, ezért a leadási határidő meghosszabbítását kérték az Európai Bizottságtól. Én bízom abban, hogy a kérésünket a bizottság meghallgatja, és átütemezi a határidőt. De ettől függetlenül, amikor én 1 millióról beszéltem, akkor az kizárólag az online aláírásokra vonatkozott. Erről számolt be Vince Lóránt EP képviselő is, aki levélben egyeztetett az Európai Bizottság alelnökével a határidő meghosszabbításáról. Azt a választ kaptuk a bizottságtól, hogy dolgoznak egy ilyen rendelkezésen, és hogy május közepére várható az, hogy hivatalossá teszik, és az én kérésemben az szerepelt, hogy legalább annyi idővel hosszabbítsák meg a határidőket, amennyi ideig a kijárási tilalom érvényben volt a különböző európai országokban. A határidő meghosszabbítására akkor is szüksége lehet az SNT-nek, amennyiben az eredetileg kitűzött időpontra május 7-ére összegyűl az 1 millió aláírás, ugyanis a polgári kezdeményezés sikerének egy másik feltétele, hogy legkevesebb 7 uniós tagállamból származanak a támogató aláírások. Jelenleg mindössze 3-ban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában teljesül az Európai Bizottság által megszabott küszöb. A kezdeményezést bárki aláírhatja az irdalá.hu, a nemzetiregiók.eu, valamint az imsigning.com honlapokon.